Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Családőrzők című műsorunk most is Székesfehérvár gyönyörű belvárosából, a Fekvő Katona Söröző és Kávézóból jelentkezik, ahova megérkeztek szakértőink, vendégeink is, akiket megszokhattak önök, de nagy örömmel mutatom be most is a sorrendben, ahogy mellettem ülnek, Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét, egészségfejlesztőt, rekreológust. Szervusz Csilla, sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit. És itt van velünk Pap Csilla, személytervezési szaktanácsadó, mediátor. Szia Csilla, szeretettel köszöntök mindenkit. És Tornyai Gábor, plébános, mentálhigiénis szakember. Nagyon szépen köszönöm mindhármatoknak, hogy itt vagytok, már csak azért is, mert egy héttel ezelőtt gyakorlatilag magunkba folytottam a szót, hiszen annyira lelkesen beszélgettünk arról, hogy mi a helyzet a családban, amikor megérkezik az első baba. Mert ugye minden babánál más a helyzet, de legalábbis az elsőnél biztos, hogy egészen más a helyzet, hiszen ilyenkor kell kialakulni egy olyan családnak, amelyben már gyermek is van. Ilyenkor lesz a eddig szülőből nagyszülő, ami szintén egy új feladat, és ilyenkor kell a házaspárnak egymáshoz való viszonyát is alakítani. Beszéltünk arról, hogy elképzelhető, hogy az első gyerek idején még a család otthon van a nagyszülőknél. Itt nálam legalábbis az én felfogásomban a legrizikósabb helyzet a közös konyha. Mi a véleményetek erről? Húha! Jújúj! Jönnek fel élményeim. Szóval... Hát, ha lehet, kerüljük el. Röviden és tömören én azt gondolom. Az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ma már úgy nevelődnek fel a fiatalok, és úgy kezdik az önálló életet, hogy valóban önálló életet éljenek. Most nem azokról a családokról beszélek, ahol a Mama Hotel 40 éves korig garantálja a szükségletek kielégítését, hanem azt, ahol valóban felnőtté válik az a férfi ember, vagy az a fiatal hölgy, és tud önálló életet élni. Aki megszokta egyszer, hogy őnek is saját háztartása van, saját konyhája van, saját életvezetése van, az nagyon nehezen rendeződik vissza. Az egy katasztrófa általában kivétel nélkül mindenütt, legalábbis ahogy nekem eddig mesélték az ilyen helyzeteket. Az egy nagyon-nagyon jó dolog viszont, ha kezdetekben azért a nagyszülő ilyen védőernyőként ott van, és amikor kell segít, mert bizony lehetnek olyan napok, amikor az a gyerkőc éjszaka kicsit többet volt fent, sírósabb, oltást kapott, beteg volt, bármi történt, akkor anyának nem biztos, hogy van ideje még a családot is ellátni, melegételről gondoskodni, és azért az apa, aki, amikor hazajön a munkából, neki meg kijár a melegétel. Tehát ilyenkor jön a nagymama, az anyós, az anya, teljesen mindegy, aki segíti ezt a fiatal párt, de minden esetre az egy nagyon-nagyon szerencsés dolog, hogyha saját konyhája van a fiataloknak. Már csak azért is, mert ugye azt a baba holmit, amiből a babát etetik, itatják és rendezik, azt az anyuka a saját szája íze szerint szeretné tisztán tartani, sterilizálni, bármit csinálni. Szóval ott ne pakoljon a nagymama, ne menjen át fölötte, ne essen rá víz, stb. Ez egy teljesen jogos elvárás, én azt gondolom mindenkinek a részéről. A nagymama meg azt mondja, hogy az én konyhámban, majd te mondod meg, hogy hányadikán van elsője. Tehát ez is megint, ugye? Tehát az is egy óriási főleg, hogyha az apuka anyukájáról van szó. Főleg. Igen. Az én fiam ezt így szereti? Hát ugye ez a közös konyha, ez egy tűzfészek vagy darásfészek, nem is tudom, hogy melyik illik rá jobban, de ugye itt a nagymamáknak, akik segítenek, és ezt hozzá csatlakozva mondom, Zsuzsi, azt kell megvárni, hogy kérjék a segítséget. Tehát nem berontani, hogy én segítek, mert téged nem tartalak képesnek arra, hogy te ezt önállóan meg tud oldani, hanem várja meg, hogy kérjék azt a segítséget, mert nem biztos, hogy kell. Tehát én látok nagyon stram fiatal anyukákat, akik akár két picivel is elbírnak, és tökéletesen megoldják, és nem igénylik ezt. Tehát várjuk meg, hogy kérjék tőlünk, és ha kérik, akkor menjünk és segítsünk, támogassuk őket. Én azt hiszem, hogy mivel itt együtt, tehát a nagyszülőkkel együtt élő fiatal párról van szó, azt hiszem, hogy ez a sokat emlegetett kommunikációs kérdés, ez már nem csak a babáknál indul el, hanem nyilván jóval korábban, hogy hogyan rendezzük össze az életünket, hogy most mi egy szobában lakik az ifjú pár, és körülöttük van a nagyszülők élettere, az emeleten lakik az ifjú pár, és alattuk van a nagyszülők élettere, mind más helyzet, és azt gondolom, hogy ez már akkor, amikor ők párként, házas párként együtt élnek a szülőkkel,
a leendő nagyszülőkkel már akkor kérdésesé válik, hogy ezt hogyan tudják kialakítani. Nem véletlenül most hoztam én fel ezt a helyzetet, mert valahogy a fiatal pár, amíg nincs gyerek, könnyebben alkalmazkodik. Akkor még ők gyerekek. De amint szülővé válik, már nem annyira gyermeke a már nagyszülővé válik. Igen, de otthon laknak. És amíg otthon, én azt tapasztaltam, hogy amíg a gyerek otthon lakik, akármelyik gyerek is lakik otthon a szüleinél, ő a szülei gyereke marad. És azt is gondolom, hogy még ha el is költöznek otthonról, és hazamennek, ő akkor is a szülő gyereke marad. És szerintem ez ugyanaz a kérdés, mint amit felvetődött egy korábbi adásban, és ez a kamaszkori kérdés, hogy le tudtam-e válni a szüleimről, ki tudtam-e, volt-e nekem igényem arra, hogy én legyek, és ne az anyukámnak vagy apukámnak a kisfia kislánya legyek, hanem hogy én lehessek. És szerintem egy ilyen gyereknevelési szituációban nagyjából ugyanezek a kérdések jönnek elő, hogy noha egy fedél alatt élünk, noha megvan a saját, mindenkinek elvileg a saját élete, de hogy vajon tényleg külön életet élünk-e vagy sem. Ugye azt érdemes megnézni, mielőtt az ember beköltözik az anyósához, vagy fordítva, hogy az a család hogy él, milyen az ő szociokulturális közegük, tehát hogy hova megyek én, akár férfiként, akár nőként, hogy hová tagozódom be, hová csatlakozom be, hogy ott mi vár rám, hiszen nyilván, ha volt egy előzmény, volt egy udvarlás, aztán úgy döntünk, hogy összeköltözünk a szülőkkel, mert még nem tudunk saját ingatlant vásárolni, akkor azt nagyon-nagyon érdemes megnézni, hogy az ő szokásrendszerük, az ő tradíciójuk, az ő családi kultúrájuk milyen, mert lehet, hogy teljesen ellentétes azzal, amit én hoztam, és az biztos, hogy az opozícióba áll, és ott nem lesz harmónia, tehát ez egy nagyon nehéz helyzet. Lehet ezt ilyen tudatosan csinálni, szerinted? Hát egyeseknek működik. Nézd, azért kiderülnek dolgok az ismerkedési időszakban, vagy az udvarlási időszakban, vagy ahogy a fiatalok mondják, együtt járunk, vagy nem tudom most mi a modern, vagy mi a szleng. Lógunk. De lógunk egymás nyakán, igen. Tehát, hogy érdemes, én azt gondolom, nyilván nem 10 éves korban történik ez, meg most már kitolódik 20-as évek végén, 30-as évek elején, ez tisztán látszik. Tehát akkor már szerintem kell annyira tudatosnak lenni egy 28-30-30 két éves embernek, hogyha arra adja a fejét, hogy beköltözik az anyósához, mondom, akár férfiként, akár nőként, hogy egyáltalán ő konveniálnak, tehát egyezik-e az ő, bele tud-e tagozódni abba az egységbe egyáltalán, vagy teljesen kívülálló lesz? Még egy picit, ha már itt vagyunk, aztán visszatérünk a baba kérdésre, de csak én gondolom úgy, hogyha egy fiatal ember költözik be az anyósához, valahogy neki könnyebb, ő előbb fog az apossal leülni sörözni, még hogyha egy fiatal hölgy költözik be az anyósához, ott a bizonyos konyha, amiről beszéltünk, és néhány ütközőpont azért jobban előjöhet, vagy csak én gondolom így? Családja válogatja. Nekem most van a környezetemben egy olyan fiatal házaspár, akiknek két kis gyerekük van, és ott anyu költözött be az anyósék házába. Faluhelyen laknak, nagy ház, eleve úgy építették, hogy több generáció legyen benne együtt, és nagyon-nagyon sokat segít az, hogy ez az anyuka valami gyönyörű szépen tudott betagozódni ebbe a családba, ő oda úgy tudott beilleszkedni, hogy nincsen konfliktus. Az is igaz, hogy ez az édesanyja egy 4 gyerekes családból jön. Tehát ő azért megtanulta az alkalmazkodást. A manapság nevelődött VIP gyerekek, mikor felnőttekké válnak, ők sokkal nehezebben alkalmazkodnak bárkihez. Így van, rengeteg alkalmazkodás, tolerancia, türelem, odafigyelés, érzelmi intelligencia, alázat, szerintem ezek mind-mind kellenek ahhoz, hogy ez működőképes legyen, mert aki csupa ego, és azt mondja, hogy már pedig én nem, és ugye a női riválisok, mert azért anyós és menny, mondjuk ki, hogy női riválisok, ezt tudjuk jól. Az após, a férje szerintem, vagy az új társal sokkal inkább, amit te is mondtál, összebarátkozik, és sokkal inkább bele tudnak lazulni a férfi kapcsolatukba. A férfiak nem ennyire részletesek, nem szedik így szét egymást, lazábbak ebből a szempontból. Férfi oldal? Bennem csak az mozog, hogy amiket itt előhoztunk, hogy hogyan tud harmonikusan működni egy ilyen kapcsolat, hogy ez az egy szó van benne, hogy felnőttként jelen lenni. Uh-huh.
És hogy nekem azt hiszem az a nagy kérdésem, hogy mennyire felnőtt a mai társadalom, vagy mennyire tudunk felnőttként jelen lenni a hétköznapjainkban, a kapcsolatainkban. És amíg ezek nem működnek, amíg nem tudunk felnőtt módon találkozni egymással, hanem ugye a transzakcionalizis beszél erről a játszmelletben, hogy három szinten találkozunk, a szülő, a felnőtt és a gyerek szinten, és hogy nagyon kevés olyan, vagy na lehet, hogy én nekem van rossz szemüvegem, de hogy kevés olyan emberrel találkozom, aki valóban felnőttként van benne jelen az életében. Életkora szerint, kinézete szerint abszolút felnőttnek néz ki, de hogy a belső állapota szerint vajon tényleg felnőttként van-e benne a kapcsolataiban. És szerintem ezek a fajta beköltözök a másik életébe, ezek valamiféle felnőttséget feltételeznek. Ugye én nem ebben a helyzetben vagyok, amiről itt ti beszéltek, de amikor én bekerültem ide Fehérvárra plébánosnak, akkor egy picit hasonló helyzetbe kerültem ide Öreghegyre, hiszen az Ervin atya, aki ott élt Öreghegyen, már akkor több mint 30 éve egyedül élt, és ki volt alakítva a saját életritmusa, és én úgy kerültem be abba a plébániába, hogy mi együtt kezdtünk el élni. Nekem volt egy saját szobám, és az volt az én saját életterem, és én beléptem az ő életterébe, és ez egy izgalmas játék volt, hogy az ő 30 éves életritmusába, életterébe, a reggelizésbe, vacsorázásba, a fürdőszoba használatba és minden egyébbe, hogyan tudok én belekerülni kívülről egészen új emberként. Teljesen egy szinten laktunk, teljesen egy volt az életterünk, és ott is megvolt azért ez, hogy akkor megtaláltuk azt, amiben közösen tudunk működni. És csak így lefordítva arra a szituációra, amiről most így beszélgettünk, hogy ez ilyenfajta felnőttséget feltételez leginkább a beköltöző részéről, mert aki ott élt addig, és ugye ez is kérdés, hogy ő felnőtt volt abban a családban, vagy sem. Felnőtté tudott-e válni abban a családban, vagy sem. Hogy az a pár, aki bemegy vele, beköltözik vele abba a családi közösségbe, felnőttként érkezik-e meg, vagy sem. Hogy amikor megszületik oda a baba, ők felnőttként viselkednek-e, vagy engedik, hogy a kedves mama és a papa kiszolgálja őket, mert ez sokkal kényelmesebb. És minek változtassanak bármin is, hiszen van valaki, aki foglalkozik. Tehát azt hiszem, hogy a legfőbb kérdés az, hogy hogyan tudok benne lenni az életembe, az életünkbe, abban az élethelyzetben, amiben vagyunk. Nem egyszerű ez akkor sem, amikor mondjuk például a hölgynek van egy saját lakása, egyedül él benne, és oda költözik a párja. Azért van az a helyzet, amikor arra jön rá, hogy te jó ég, ez mindenütt ott van. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és egy icipicit nyúlnék csak vissza arra, amit te mondtál, Gábor. Az egy dolog, hogy felnőttség, de egészen más az élethez való hozzáállás és az attitűd egy nő és egy férfi részéről. Ugye az, hogy az én otthonom, amit a nő teremt, és az én házam, amit a férfi teremt. Na most, hogyha én az anyósomhoz megyek, akár nőként, akár férfiként, se nem az otthonom, se nem a házam. Tehát jó esetben, szerencsés esetben nekem kellene alkalmazkodni, miközben én szeretném a saját életemet kialakítani a saját gyerekemmel, a saját férjemmel, a saját feleségemmel. Tehát ez egy óriási konfliktusforrás. A másik, hogy a férfiak jóval kevesebb időt töltenek otthon abban az időszakban, amikor ugye az anyu otthon van a babával, meg az anyós már vagy otthon van, vagy nem, de azért az ő teritorium, a konyha és mi egyebek. És ugye az após, meg a férj, hogyha hazajönnek, kevesebb időben vannak együtt. Tehát már a konfliktusra is kevesebb az esély. Tehát ezek is meghatározóak. A másik, amit te mondasz, hogy van a hölgynek egy lakása, mert úgy sikerült az élete, és most az ő új párja, ő hozzá beköltözik. És tényleg azt veszi észre, egyébként ez a férfiak esetében is ugyanígy van, tehát hogyha a fiúnak van lakása, és a lány jön be, először ugye csak a fogkefe kúszik be, aztán ismerjük a sztorit, meg a történeteket, hogy hol mit lehet találni. Ez valóban így van. Ha én erre nem vagyok felkészülve, ha én nem tudok felnőttként arra felkészülni, hogy igen, annak a másiknak is vannak létjogosultságai bizonyos szituációkban, szerepekben, helyzetekben, élet, időkben, mindenhol, akkor ez megint konfliktust fog konfliktusra halmozni. De itt az a lényeg, hogy ha te szeretsz engem, és én szeretlek téged, akkor a szeretetteljes kapcsolatba mi meg tudjuk ezt úgy beszélni, megint a kommunikáció, meg tudjuk ezt úgy egymással oldani, hogy ki jelöljük azokat a zónákat, időket, bármit, ahol mindenki otthon érezheti magát. Az fontos, mert ha nem érzed magad otthon az életedbe,
átjáró hostel lakó vendégként vagy jelen, akkor nem az otthonod és nem a házad. Egyébként attól, hogy valakinek nem a háza, vagy nem a lakása, attól még érezheti otthonának, pontosan azokkal az indokokkal, amiket most felsoroltál, de azt gondolom, hogy a két ember szereti egymást igazán, és felnőttek, tételezzük fel, hogy ők abban az értelemben felnőttek, amit te mondtál, Gábor, akkor annyira simán mehetnek ám a dolgok, tehát úgy mehetnek a dolgok, mint kés a vajban. Tehát valójában ugye ezek a konfliktusok, ezek azért merülnek fel, mert valamilyen porszem akadt a gépezetbe, valami nincs kitisztázva, valami nem teljes, valami nem jó, valami nem jól működik. És ugye itt ezt kell megkeresni, a gyökérhelyzetet, hogy mi az, ami köztük nem oké, és hogy lehet ezt jóra hozni, vagy egyáltalán lehet-e, vagy van-e köztük valamilyen olyan feloldhatatlan dolog, amit nem is tudnak tudatosan, csak azt érzik, hogy akadozik, hogy dadog. Ha már egy családőrzők vagyunk, és mondjuk azt mondtuk, hogy praktikus ötleteket is hozunk, én például ezt is idehoznám, hogy mondjuk egy együttjárás idején lehet akár arról is beszélgetni, hogy kinek mit jelent az, hogy otthon, és mitől válik otthonná az, ahol él. Mert nem biztos, hogy lehet, hogy a kedves mamánál is otthon tudja valaki érezni magát, de mondjuk például azt átbeszélgetni, vagy azt azt hiszem, hogy azért is fontos, a sokszor-sokszor emlegetett kommunikáció, szerintem sokszor fogjuk ezt mondogatni, mert szerintem mindegyiknek annyira fontos ez, de hogy például az, hogy a másik tudja azt, hogy én mire gondolok. Tehát, hogy szerintem egy örök csapda ez a nyuszika medve fűnyíró. Tehát, hogy akkor most akkor tulajdonképpen mire gondol, ki mire gondol, de hogy onnan fogja tudni a másik, hogy én bennem mi van, hogy én ezt elmondom neki. És nem feltételezem azt, hogy ő a másik az biztos, hogy tudja. Szokták, most ez lehet, hogy túlságosan ilyen hímsoviniszta szöveg, de hogy általában az ezen női játszmákban szokott ez benne lenni, hogy de hát miért nem tudod? Hát én elmondtam, meg jeleztem, de hogy a férfi ugye 0-1-esben működik. Tehát, hogy elmondtad, akkor elmondtad. Ha nem mondtad, akkor ne célozgass. Tehát, hogyha... Tehát ez nekem egy nagyon klasszikus példa, ezt hadd mondjam el gyorsan, remélem nem futok ki az időbe, de nyári táborban voltunk, és ezt mindig el szoktam mondani, és kenyeret letettük a mélyhűtőbe, hogy majd a vacsorához akkor fölhozzuk, és vágtuk a dénnyel, többen voltunk a konyhába, velem szemben ott volt a konyhás lány, aki felelős volt, és mondta, hogy hát föl kéne hozni a kenyeret a pincéből. És én úgy vágtam vele szemben, és mondtam, hogy jó. És vágtam tovább. Majd vacsora előtt megkérdez, hogy felhoztad a kenyeret a pincébe? Mondom, nekem nem mondtad. De hát mondtam, nem, azt mondta, hogy fel kellene hozni, és én tudomásul vettem. De ha azt mondtad volna, hogy Gábor hozd fel a kenyeret a pincébe, azt tudom, hogy nekem szól. És azóta megkérdezgettem. Micsoda buktatók. És hogy csak ilyen, hogy elmondom direkt, tehát a férfiak szerintem tényleg ilyen nagyon egyszerűen működünk, ha elmondják direkt, hogy ez van, akkor értem, hogy ez van. Ha célozgatva van, akkor ezt nem biztos, hogy értem. És azt gondolom, hogy ilyen szempontból fontos az, hogy az, ami bennem van, az, ami számomra fontos, az legyen az másik számára is nyilvánvaló, hogy tulajdonképpen én mit gondolok, vagy mi az, ami fontos számomra. És ez az otthon téma is például, hogy egy ilyen téma tudna lenni szerintem. Beszélgetés, 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 és nem megbeszélés. De ez egy nagyon fontos dolog, hogy általában a családokban a megbeszélések, ugye ezek életszerűen kötelezőek, mert különben nem tud működni a család. De ez édes kevés. Tehát ha nem beszélgetünk egymásról, akkor nem fogjuk megtudni, hogy a másikban milyen értékek vannak, milyen érzelmek vannak, milyen indulatok vannak, milyen gondolatok vannak, milyen felvetések, milyen attitűdök. Tehát éveket kell átbeszélgetni a párunkkal ahhoz, hogy fogalmunk legyen arról, hogy ő valójában a világ bizonyos szituációiban, helyzeteiben hogy érzi magát. Mi van, ha zárkózott a párunk? Hát, amikor választok, akkor igyekszem olyat választani. Nem introvertált, hanem extrovertált. Akkor igyekszem olyat választani, akivel képes vagyok jól kommunikálni. Nézd, azokkal is lehet kommunikálni, és ők is oda fogják adni a maguk módján. Lehet, hogy egy kicsit munkásabb. Erre mondta azt az egyik közeli ismerősöm, hogy hát tudod, van, akit könnyű szeretni, és van, akit nem olyan nagyon könnyű szeretni. Tehát, hogyha ő feladat, akkor őt, ha olyat választottam, akkor azt a feladatot is magamnak választottam. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy segítsek neki is megnyílni, mert neki is szüksége lenne ám rá, csak még nem találta meg a fórumot, meg nem találta meg a mikéntjét. De ha én ebben alkalmas társ tudok lenni, akkor az egy óriási világkinyílás lehet mindenki számára.
ne haragudjatok, én még mindig lovagolok azon, hogy mindenhez más a hozzáállása a fiatal párnak, ha megérkezik egy gyerek. Már csak azért is, mert ilyenkor előkerülhetnek olyan jellemzők, olyan természeti tényezők, adottságok, amelyek addig nem derültek ki, hiszen ez egy olyan helyzet. Izgalmas is, egyszerre gyönyörű is, egyszerre itt-ottam ott fájdalmas is, amikor nem tudják, mit csináljanak. Tehát jól érzem én ezt? Abszolút jól érzed. Ugye eleve más a világlátásunk, amit mondtatok is az előző etapban, hogy 30 év óta mit változott, de 10 év óta is mit változott a világ. Tehát mindenkinek más a világlátása. És amikor apává, anyává válnak a szülők, akik előtte még gyerekeik voltak a szüleiknek, mert nem biztos, hogy jó értelemben elszakadt az a köldökzsinór, vagy úgy igazán felnőtté tudtak válni. Egyébként lehet, hogy érdemes lenne definiálnunk, hogy mit értünk az alatt, hogy felnőtt. Hogy felnőttként viselkedik, mert ugye én azt gondolom, hogy te azt gondolod, hogy én azt gondolom, de hogy valójában ezt nem definiáltuk, ezt elmondjuk, egyetértetek ezzel, hogy ez elhangozzon, vagy ezt jó, fontos dolognak tartom, nagyon izgalmas kérdés, amikor szülők jönnek hozzánk tanácsért, kérdeznek, hogy Zsuzsi, és akkor mit kell csinálni, amikor, és akkor mondja a saját szituációját, hogy arra megyek haza, hogy az apa, és akkor az 5 éves, és akkor az egyik hangosabb, mint a másik, és akkor bizonygatják, hogy ki kezdte, kinek volt igaza, merre van az előre, stb. És akkor én mondom, ugye, visszatérve a tranzakcióanalízisre, hogy jó, akkor 2-5 éves beszélget egymással, vagy vitázik egymással, csak az egyiknek 44-es a lába, a másiknak meg 22-es. Tehát, hogy itt különben ez az attitűd, ez valóban nagyon fontos dolog, hogy tisztában legyek vele, hogy én most gyereküzemmódban vagyok, vagy én most a felnőtt öntudatomnál vagyok, vagy a felettes énnek, a szülőjének akarok megfelelni. Tehát ez megint az önismeret kérdése, ugye, ez pedig már az nagyon sokat beszélgettünk, igen. Az önismeretről. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy megismerjük a párunkat, hogy tudjak neki segíteni, és igen, én is fontosnak tartom azt, hogy definiáljuk, mitől lesz felnőtt egy felnőtt. Ugye erre is nagyon sokfajta definíció van. Az ember az én szememben a felnőtt, aki képes az önálló életvezetésre úgy, hogy ennek minden aspektusával lehetősége szerint tisztában van. Van kellő önismerete, van kellő világlátása, alapvető kialakult értékrendje, alapvető kialakult életvezetése. Ezen belül még aztán millió dolgot hozzá lehet tenni. Én még annyit tennék, bocsánat. Csak annyit tennék ehhez még hozzá, hogy és felelősséget is tud vállalni. Ezt akartam mondani, hogy felelősséget vállalok a tetteimért, a cselekedeteimért, a gondolataimért. Mindazért, aki és ami én vagyok. Tehát ez alap. Így van. Pontosan, tehát vannak kompetenciáim, és ennek mentén van szabadságom, és van felelősségem. Ugye ez mindig addig terjed, amíg az egyiket vállalod a másik tükrében. Pont ez fogja megkülönböztetni a felnőttől a gyereket. És azért nagyon nagy baj, amikor egy családban, ezt te említetted itt valamelyik előadásban, hogy a gyerek veszi át az irányítást. Mert a gyereknek nincsenek kompetenciája, nem tud felelősséget vállalni. Ő gyerek. Ő hát ettől gyerek. Hogyha én felnőtt vagyok, akkor ha hibáztam, ha bármilyen cselekedetemnek következménye van, azt nekem kell viselnem. Engedjétek meg, hogy a hátralévő 2 percet a nagyszülők nevében töltsük el, hiszen az a nagyszülő, akinél lakik a család, már nem olyan fiatal, már nem biztos, hogy úgy tud pörögni a család. Nagyon boldog, örül, hogy ott van, főleg, ha jön az unoka is, hát hogy ne lenne boldog, de neki sem egyszerű, akármennyire is boldog. Azért korkülönbség is van, ő már nem annyira fiatal, mert máshogy élne. Lehet, hogy a csendet jobban szeretné, úgyhogy én tisztelném őket is. Mindenképpen. Pont azért mondtam, hogy ha lehet, akkor kerüljük el az együttlakást. Ez ezelőtt 50 évvel, 60 évvel nagyon-nagyon jó volt. Ugye akkor nem volt ennyire kiszolgálva a rendszer által az a fiatal sem. Nem volt ekkora segítőhálózat. Ma már azért ez is másképp működik. Annak idején csak a családra számíthatott minden új sütetű szülő. Nem volt más esélye, csak a nagyszülőkre, a nagynénikre, a nagybácsikra, a szomszédokra, a komákra, nem tudom én kire számíthatott, mert nem tudom én mennyi idővel odébb lehetett találni egy orvost, vagy egy pedagógust, vagy akárkit. Ma már nem, ma már minden itt van nekünk. Pontosan ezért is lett az, hogy atomizálódtak a családok. De ha belegondolsz, a városokban nem is nagyon vannak olyan lakások, ahol a 2 generáció, 3 generáció együtt lakhat, de nem is egészséges. Különösen azért nem, mert ezelőtt 50 évvel már a nagyszülők otthon voltak többnyire, mire megérkezett az unoka, de a mostani nagyszülők mind aktívan dolgoznak. És bizony a nagyszülőket, a napi munkájuk, ugyanígy a multinál, vagy egyáltalán a mai világban a helytállás elfárassza őket. Igaz? És visszatérve a tiszteletre, ugye ne felejtsük el, hogy ők adtak nekünk is életet,
akiknek ugye a gyerekei vagyunk az első generáció utánuk, tehát mindenképpen tisztelet övezi őket, és nyilván nem kell rájuk hátékázni, most ilyen csúnyán fogalmazva, az unokát, mert hogy ilyen is van, hogy nem kímélve a nagyszülőket, akik lehet, hogy még dolgoznak és pörögnek, folyamatosan arra használják őket, hogy babysitter szerepet töltsenek be úgy, hogy nem kérik és nem akarják, de nem mernek nemet mondani, vagy nem merik visszautasítani, és szerintem ez is a tisztelet és az odafigyelés jele. Látom, hogy Gábor atya még készülődik, aztán lassan el is kell köszönnünk, mert azzal, hogy a nagyszülőket tiszteljük, de akkor most Gábor atyába mégiscsak belefolytom a szót, hiszen egy hét múlva folytatjuk ezt a műsort, és tartogattam valamit, amit mindenképpen el szerettem volna mondani. Láttam nem olyan régen egy bejegyzést egy internetes fórumon, amitől meg is könnyeztem, lehet, hogy a nagyszülő létemből. Egy kislányt megkérdezték, hogy hol van neki az otthon, tehát hogy számára mit jelent az otthon, és a válasza az volt, hogy ahol az anyukám van. Én azt hiszem, hogy ennél szebb végszó nem is lehet a mai napon. Én szeretném megköszönni a Fehérvár Televízió nézőinek, hogy velünk voltak, mint ahogy hálás vagyok továbbra is a Fekvő Katona Söröző és Kávézónak, hogy helyet ad Családőrző című műsorunkban. Vendégeink voltak ma is Fekete Cseri Zsuzsanna, Pap Csilla és Tornyai Gábor. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!